ez az első találkozásom volt hosszú idő után vele, és ennek a találkozásnak a keretein belül a Vajdasági Parlament elnökeként is, és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként is elsősorban a kisebbségi kérdésekről beszéltem neki, azokról a kérdésekről, amelyeknek a megoldása a 23-as tárgyalási fejezeten belül a kisebbségi akcióterv részeként közös feladat, elsősorban a szerb parlament törvényalkotási feladata. Beszámoltam neki azokról a törvényekről, amelyeket a szerb parlament a júniusi ülésén elfogadott, és közösen úgy értékeltük, hogy ebben a vonatkozásban, ebben a szférában a megtett út, a megvalósított eredmények mindenféleképpen kielégítőek. Ezen túlmenően pedig kértem őt arra, hogy az elkövetkező fél évben, amikor Ausztria lesz az unió soros elnöke, akkor tegyen meg mindent annak érdekében, hogy azok a prioritások, amelyeket célként fogalmazott meg Ausztria az elnökség vonatkozásában, ez a balkáni régiónak a földgyorsított csatlakozása az unióhoz, ez meg is tudjon valósulni, meg is lehessen valósítani.